van. Ugye tudjuk azt, hogy a Izrael, amikor a Izrael, amikor be akar menni az ígéret földjére, ezt ismeritek már, csak röviden utalok erre, és akkor mindjárt mit akarok mondani. Amikor be akartak menni, nem mentek be a hitetlenség miatt, úgy mondja itt a zsidó levélnek az eleje. És azt mondja, most én ezt idézem, hogy ugye Isten befejezte a munkáit a világ megalapításától kezdve. És azt mondja, hogy aki bement a nyugodalmába, az maga is megnyugodott a cselekedetétől, miképpen Isten is a magától. Igyekezzünk át bemenni abban a nyugodalomban, hogy valaki a hitetlenségi, mert ugyanabban a példájában elség. Az első, ami nagyon-nagyon fontos, egyszerűen higgyétek el, nincs más megoldás, hogyha egy módon lehet csak hívő az ember. Isten attól ment be a nyugodalomba, hogy amikor teremtett, és mindent megteremtett, mindent tökéletesnek látott. És ekkor megnyugodott minden cselekedetétől. Ez a hitnek az alapja, hogy mindent tökéletesnek látsz, annak ellenére, hogy a szemeddel mit látsz. Ha nem annak látod, akkor hitetlenségbe vagy, és tulajdonképpen elkezd az ember kapkodni, vagy más szóval valamit cselekedni. Már úgy is mondja itt egy kicsit alakban 3.12-ben, hogy ne legyen bárkinek hitetlen gonosz szíve, hogy az élő Istentől elszakadjon. Tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt, azt mondja a Biblia nagyon egyszerűen, hogy a mi dolgunk annyi, hogy elkezded ugyanazt látni, amit Isten lát, hogy ő tökéletessé tett mindent. Ha ezt engeded, hogy ez átjárja a belsődet, akkor kap szárnyra a hitet, és akkor kezdesz mindaz, amit ő elkészített, és mindaz, amit már elvégzett, akkor kezd működésbe lépni, és akkor kezdesz cselekedni. Vagy nem, akkor nem cselekszel, akkor kezd az, amit ő Isten elvégzett, akkor kezd cselekedni az ember. Vagyis az emberben, vagy körülöttünk. De ha nem gondolom azt, nem látom, és ezért nem hiszem, hogy ő tökéletesen csinált mindent, akkor az ember a hitetlenségbe esik, és valamit elkezd csinálni. És gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a hívőknek is nagy részét, mi a bizonyító, ez jellemzi, mert nem értettük meg, hogy mit jelent így. Ugye ez a példa, itt az egész, erről már beszéltünk, csak röviden tudok rá, ez a 4. Zsoltár 13-14 körülre utal, amikor úgy volt, hogy Isten azt mondta, hogy odaértek az ígéret földjéhez, és hogy menjenek be, és csak két ember, a Káleb és a Józsué volt, aki azt mondta, hogy oké, bemehetünk oda, és a többiek pedig azt mondták, hogy nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. Tehát ők azt, amit magukról hittek, vagy gondolkoztak, azt hasonlították össze azzal, amit láttak, vagy amit Isten gondolt róluk. Amikor a zsidó levél erre a részre utal, és azt mondja, hogy a hitetlenség miatt nem mehettek be. És amikor megnézzük ezt a részt, akkor azt látjuk, ezek az emberek hívő emberek voltak. Hittek Istenben, mert Izrael volt Istennek a népe. Hittek a csodákban. Egy dologban nem hittek. Az abban, amit Isten hitt róluk. Ők magukat sáskáknak gondolták, és olyannak látták magukat a szemükbe, és az ellenség is ilyenek látta. A Káleb és a Józsué azt pedig azt mondják, hogy ezek olyanok, mint a kenyér, és eltávozott tőlük az oltalmuk, az Úr velünk van, ne féljetek tőlük. Amit tudjuk később, amikor bementek 40 év múlva, hogy az a Ráháb is ugyanazt mondta neki, hogy eltávozott az erejük. Tehát a Káleb és a Józsué magával kapcsolatosan azt hitte el, amit Isten. Ez különböztette meg a hívőt a hívőtől. Tehát nem az a lényeg, hogy hiszel-e abban, hogy van Isten. Az ördög is hiszi, hogy van Isten. Hiszel-e, hogy Isten tud csodát tenni? Az ördög is látta a csodáját, meg stb. Hanem azt, hogy azt elhiszed-e, amit ő hisz felőle.
Ez a vége, ami legjobban el lett rejtve. És ez az, amit a Szentlélek jelent ki most így a gyülekezetnek, valamint hogy mindenkinek az egész világban hívőre hitetne meg, hogy Isten mit hisz belőlünk. Ez az a titok, ami legtovább el volt rejtve. És utána azt mondja, és utána nem engedte Isten őket be, ezt a népet arra föl. Most itt a zsidó nevében azt mondja, hogy van nyugodalma az Isten népén. Az egyszerűen én azt látom, hogy ebben is olyan sok vergődés van. Ilyen egyszerű, hogy az Istennek a nyugodalmába bemenni, hogy innentől kezdve azt mondod, minden tökéletesen cselekedett az Istenet. Nincsen egy panaszom senkire. De semmire. Amikor panaszkodok, akkor tulajdonképpen azt mondom, hogy Uram, valamit nem jól csináltál. De azért mondom azt, mert a szemeim leragadtak, már nem hiszek, hanem azt kezdem nézni, ami körülöttem van. De egyszerűen a hit, az, hogy hiszek, az ennyit jelent, hogy Uram, tökéletessé tette. Azt az embert, aki ezt vagy azt tette, Uram, te tökéletessé tette. Azt a helyzetet, Uram, te tökéletesen cselekedted. Ezt mondja ez az ige. És amikor ez van, akkor egyszerűen megnyugszol. Kimegy belőle minden ilyen vagy olyan nem helyes, amikor igyekezett, vagy akár félelme, és teljesen megnyugszol. De hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor a hívők ilyen buta, passzív, nem csinálnak semmit emberek, hanem az, hogy hitből fakadnak a cselekedetei. Mert amikor ebbe ezt kezded így látni, ezt kezdesz hozzáni, akkor hirtelen kezd benne történni valami. Akkor kezdesz olyan gondolatokat kapni, amik az Istentől jönnek. Akkor kezded látni, mit kell tenned. És amikor azt elkezded odaadni magadat arra, és elkezded csinálni, azt hiszem, hogy élvezet, örömöd van benne, még ha fárasztó dolog is, de egyszerűen visz magával az a dolog. És minél inkább bemész ebbe a nyugodalomba, annál inkább azt érzed, hogy ez egy csodálatos élet. Mintha csak vinne magával ez az egész. Nem én erőködök, és mégis többet tudsz tenni, mint amikor magad erejéből csináltad. A válasz mondta, hogy nem ő, hanem az Istenek a kegyelme által többet cselekszik minden más apostolán. De ez csak azért lehet, mert ő már nem a saját elképzeléseire támaszkodott, hanem arra, amit Isten elképzel felőle. Jó? Tehát ez a titka, még egy itt utána, amikor azt mondja, hogy igyekezzünk bemenni abban a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanabba a félelemben esik. Tehát kétféle állapot be. Vagy benne vagy a nyugodalomban, vagy hitetlen vagy. Az, hogy benne vagy a nyugodalomban, az azt jelenti, hogy tökéletesnek látod az embereket. A helyzetedet is. Tökéletesnek. Nem azzal foglalkozom, tényleg volt olyan, aki hosszú idő alatt gyógyult meg. De akkor is azt mondta, hogy Jézus sebébe meggyógyult. Ez az egy harcunk marad, amit úgy hívunk, hogy a hitnek a harca. A hitedet fogja támadás élni. Fogja azt, hogy a szemed ne menjen arról, hogy tökéletesnek lássad, és már is panaszkodni fogunk meg, veszekszünk meg, stb. De amikor újra azt mondjuk, hogy én tökéletesnek látok, akkor érzed, hogy valami fölemelkedik benned, és valami földön túli dolog, valami szellemi dolog kezdődik el, amit úgy hívunk, hogy hiszel. Erre mondja itt az ige, hogy 12-es zsidó 12, mert az Isten ige az élő és ható, élesen mindenképű fegyveré elhat ide, oda, amoda. Tehát látszik az, hogy az ige akkor beindul az emberbe, tehát valami isteni dolog kezd benne történni, és nem te csinálod. Ezt egyébként megmondom őszintén, ezt nem lehet megérteni logikával, emberi logikával. Az egészen addig, amíg az ember azon van, hogy én ezt, hogy azt akarom csinálni, nem tudja ezt megérteni. A napokban gondolkoztam azon, hogy amikor ilyen cselekedet alapú gondolkozással van valaki, hogy olyan szörnyű az én is sokáig voltam így, hogy csinálsz valamit, elfáradsz és pihensz. De csak azért pihensz, mert hogy újra csinálhassál valamit. De az, amikor így van, akkor egyszerűen más dolog miatt pihensz. Az összes cselekedetettől megnyugszol. Onnantól kezdve, amiket cselekszel, azok nem a te cselekedeteid, és azok nem fárasztanak el. Tehát ez a titka annak, hogy az ember kiégeti magát, vagy inkább ilyen benyújtja magát ezek által a cselekedetek által. Tehát a titok, bevenni Isten nyugodalmába, az egyenlő azzal, hogy ami őt megnyugtatta, az nyugtat meg engem is. Őt az nyugtatta meg, hogy minden tökéletesen megcselekedett.
Ha én ezt nem hiszem, akkor azt fogom hinni, hogy Istennek valami még egy picit meglát tennie kell. De ez tulajdonképpen abból a tudatlanságra alapozott hitetlenségből fakad, hogy én nem értettem meg, hogy ő befejezte minden cselekedetét, és meg is nyugodott. És amikor ebben bemegyek, akkor azt mondjuk, hogy menjetek be, különben a hitetlenségnek ugyanabba a példájába esünk. Mi volt az ugyanaz a példa? Azaz, hogy azok az emberek azt nem hitték el magukkal kapcsolatosan, amit Isten. Tehát, ha leegyszerűsítjük, a legkonkrétabb dolog, Isten akkor a világot megteremtette, nem attól elégedett meg, hogy a bolygók is szépen mentek, ez is a részem volt, hanem az az ember, akit ő magában ugye kitervett, minden apró részét, alaktalan testemet, minden sejt meg volt írva, megtervezte apró részleteket, téged elképzelt, kiválasztott magának, és a szeretetének a célpontjának teremtett, vagy tett meg, és amikor megteremtette a teremtett világot, ugye a homokból a testre, és belelehelte téged, az ő szelleme által, ez is jelzi, aki te vagy, az egy szellemi lény vagy, nem a homok határozza. És amikor belelehelte az ember, akkor megnyugodott az Isten minden cselekedetétől. Tudta, hogy ennek az embernek minden, amire valaha az utolsó falat, bármi, amire szüksége lesz, mindent megcselekedtem érte. És ez az ember, amikor kezd öntudatra ébredni, akkor az történik vele, hogy kezdi azt látni, amit ő, és attól megnyugszik. Ugyanannak kezdem látni magamat, aminek ő lát. Ez jelenti a hitet. És ez jelenti az, hogy megnyugszunk fölösleges cselekedetektől, amik abból fakadnak, hogy izgulunk, aggódunk, mert nem látjuk a tökéletességet. Jó? És ez a... És akkor teljesen megnyugszunk, és akkor Isten cselekszik bennünk. De ez van támadás alatt. A hitet az meg tud rendülni. Ha reggel rosszul ébredsz, már meg tud rendülni. De nem kell úgy gondolni, hogy ez egy ilyen érzésektől függő valami. De hogyha a szemédet mindig ezen tartod, akkor olvasod az igét, az kicsit leporolja a szemedet. Ha imádkozol, az is kicsit leporolja a hitedet. És egyszer csak ebben vagy benne, akkor egy ilyen folyamatos, kiegyensúlyozott öröm van benne. Mindegy, hogy kívül mi van. Ez az az erő, ami a láthatatlanból előhívja láthatóvá a dolgokat. Tehát ez jelent, ez a hit tulajdonképpen. És akkor egyszerűen egy ilyen stabil valat vesz. Ugye az Ábrahámnál, amikor a fiát fel kellett áldozni, ő lazán meg tudta tenni. Nem volt neki a probléma, mert ő be, én azt gondolom, hogy nem volt. Azért, mert ő nem abban hit, hogy majd Isten tudta, hogy fel fogja támasztani, de azért, mert látta az ígéretet, látta Jézust, látta beteljesedni az egészet. Ezért tudta, hogy én nem tudom, hogyan lesz, de valahogy lesz. Tehát nekünk nem kell a részleteket tudni, hogy majd hogyan lesz, hanem ebben a hitben kell maradnunk, akármi is van. És ez fog egyszerűen természet fölötti dolgokat megjeleníteni az életünkben. És ettől lesz izgalmas. Egyébként minden ember erre született, ez nem egy rendkívüli dolog, ez a normális dolog, csak mivel nem tudtuk, ezért rendkívülinek tűnik. De ez normális. Ha valaki beteg, akkor ő neki meg kell gyógyulnia, mert ez van Istenben. Hogyha nem tudom, hogy el kell adni a házadat, akkor el kell adni, akkor jönni fog a vevő, mert Isten tökéletes. És hogyha valami nem úgy fog történni, akkor nem megmagyarázzuk, hanem meg fogjuk érteni, hogy lehet, hogy valami más dolog, más módon fog történni ez valami, amit mi el sem képzeltük. De a lényeg az, hogy végig nézzük a tökéletességet, és akkor végig ezzel a hozzáállással vagyunk, és akkor Isten tud cselekedni bárhol körülöttünk. Ha így vagyunk, akkor bárhol, ahol vagy, bárhol egyszer megjelenik az Isten. Mert ez által jön elő a láthatatlanból. Ámen. Mi nincs vége. Ugyan visszamegyünk a... Igen. Az ellenélkedés, ami azt jelenti, hogy